Ma reggel 9 órakor fantasztikus időben és gyönyörű környezetben elrajtolt 510 hajó és 2500 versenyző részvételével Európa legrégebbi és egyik legizgalmasabb tókerülő vitorlás versenye az 56. Kékszalag nagydíj. Kollégánk Hillés Peti egész nap a helyszínről jelentkezett, most egy interjú alany is áll mellette. Szia Peti! Hey ho, Silver, vitorlát, Boncs vitorlát veszíts, köszöntöm a kedves nézőket, szia Marci! Igen, egy gyenge északnyugati széllel elrajtolt az 56. Kékszalag ma reggel 9 órakor, a 6,5 kilométeres hosszú rajtvonalról kicsivel több mint 500 hajó és 2500 versenyző méretteti meg magát a 2024-es Kékszalagon, és amit lehet eddig tudni, hogy a három katamarán az már megkerülte a keszthelyi csomópontot és érkeznek vissza majd Balatonfüredre, a témát pedig Holzhauser Andrással, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával folytat. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre. Na, hogyan értékeli ezt a gyenge északnyugati szelet, mert most egy picikét felerősödött volna ez a széljárat. Igen, hát nagyon érdekes, hogy ez az északnyugati, amit a meteorológia előre jelzett, az átfordult délkeletire, tehát most 180 fokkal más irányból fúj a szél. Sajnos a rajtot követően egészen legyengült a szél, úgyhogy a mezőny nagy része még Siófok környékén van, és ahogy említetted az előbb, három katamarán az RSM, a Prospex és a Litkei Farkas által kormányzott Process Solutions vette már keszthelyt, és jelen pillanatban a Szigligeti öbölben vitorláznak visszafelé. Történt-e bármilyen baleset ezen a Kékszalagon, vagy bármilyen összekoccanás, vagy kisebb-nagyobb probléma, ami fennakadást okozott a versenyen, vagy csak a széllel kell megküzdeniük a versenyzőknek? Nem, hála Istennek komolyabb problémáról nem tudunk. Egy-két főt kellett levenni a fedélzetről, kisebb sérülések, illetve napszúrás oka miatt, úgyhogy különösebb gond egyelőre nincs, figyeljük a mezőnyt most is. Viszonylag meleg van, talán látszik, hogy ott gyöngyözik a homlokon most is. Itt este most már lassan 18 óra van, de jó meleg van. Bízunk benne, hogy egy kicsit ahogy a nap lemegy, majd a szél érénkül, és ezzel az éjszakai órákban nagyot lép majd a mezőny előre. Igen, tök szakemberrel is beszéltem, és azt mondták, hogy ilyen 19-20 km/órás szelet jósolnak. Ez akkor már azért jóval jobban segítheti a katamaránokat, illetve a hagyományos vitorlásoknak a munkáját is. Egyébként melyik időpontra várják vissza az első három katamaránt? Van-e már bármilyen tipp vagy satszolási? Így van, hát ugye ezt nehéz megmondani még ilyen távolságról, főleg úgy, hogy nem látjuk az időjárási viszonyokat a nyugati medencében. Én azt gondolom most, hogy körülbelül olyan 2 óra kell még az elsőknek, hogy visszaérjenek Balatonfüredre, de abban a pillanatban, hogy egy picit frissül a szél, ezek a hajók elképesztő sebességre képesek, akár 30-35 kilométeres tempóval is tudnak jönni, és most a hátra levő táp körülbelül olyan 50 kilométer, lehet 45-50 kilométer, tehát ebből kiszámolható az, hogy körülbelül mikor ér ide az első. Ha most valaki fölmegy a trek.hunszél.hu oldalra, akkor ott láthatja, hogy a katamaránok az ilyen 12-13 km/órás átlagsebességgel száguldanak, mondjuk így, vagy nevezzük így. Mi a titka a katamaránnak, hogy sokkal gyorsabban képes haladni, mint egy hagyományos vitorlás? Igen, hát ezek a hajók, ezek a méretük ellenére roppant könnyűek, ugye karbonból épült hajók, alig egy tonnások ezek az eszközök, és mivel keskenyek a hajók, ezért a súrlódása gyakorlatilag a vízben nagyon kicsi, óriási vitorla felületeket hordanak, több száz négyzetméter vitorla van fönt, és ezért a sebességpotenciáljuk lényegesen nagyobb, mint a túravitorlásoknak. Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárának nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. A katamaránok tehát most már hamarosan megérkeznek ide Balatonfüredre, ahogyan hallották a főtitkár úrtól, nagyjából 20 órára várják az első három hajót, talán lehet így most kicsikét bőkezűen fogalmazni, és egyébként a légvonalbeli 155 kilométeres távot azt úgy kell teljesíteni, hogy Balatonfüredről indult reggel 9 órakor a 56. Kékszalag, Siófok, pontosabban Kenese, Siófok, Keszthely, és utána pedig vissza majd Balatonfüredre. Légvonalban 155 kilométeres táv, ez nagyjából 160-165 kilométert jelent. Kíváncsian várjuk a 20 órási befutót, a szó a stúdióé. Peti, azért nyugtasd meg a nézőket, hogy kipróbáltátok. Volt idő kipróbálni a meleg Balatont is. Kipróbáltuk a hajókat is, voltunk hajófedélzeten, sőt, csobbantunk is a Balatonban Keszthely, Tihanynál, a Tihanyi Révfülöpnél. Keszthelyhez azért nem mentünk el, oda nem lett volna idő, mert dolgozni is kell természetesen a mai nap folyamán. Háttérben pedig ennek örömére már a zene is megszólalt, úgyhogy minden csodás, 33-34 fokot mutat a hőmérő Higanyszáll, úgyhogy hétvégén, ha tehetik, én azt mondom, látogassák meg azt a magyar tengert. Tökéletes végszó, Peti, köszönjük szépen!